Kreatív királylányok. Hamupipőke és Pinokkió. Élt meseországban egy gyönyörű leány, aki imádta a cipőket. Kitaláljátok, kire gondolok? Hát persze, hogy Hamupipőkére. Ezen a szép reggelen izgatottan készülődött apja házának tágas kertjében. Úgy látom, minden készen áll a délutáni cipőkiállításodra, Hamupipőke. Hidd el, nagyon sokan el fognak jönni, hogy megnézzék. Ó, Csipke Rózsika, úgy izgulok. Nagyon szép cipőket fogok bemutatni nektek. És mindegyiket te készítetted? Igen, persze galambarátaim sokat segítettek. Apám padlásán találtam egy ősi cipős szekrényt, tel is tele régi lábbelikkel. Azokat mind kitisztítottam, megvartam és feldíszítettem. Nézd csak, van itt bőrcipő, szörmecipő, selyemcipő, tükörcipő. Már csak egyetlen doboz van hátra. Ebben vajon milyen cipő rejtőzik? Mesés! Nézd csak, Hamupipőke, van itt egy írás. Ezek varázscipellők. Ha felveszed őket, bárhol ott teremhetsz, csak ki kell mondanod. Gyorsan kitisztítom őket. Várj, Hamupipőke, ide az van írva, hogy a cipellőket 1000 éve nem használta senki. Ahhoz, hogy a varázserejüket visszanyerjék, Meseország legfényesebb forrásvizével kell lemosni őket, különben elporladnak. Azt nem hagyom. Meg kell kerestem a legfényesebb forrást. Indulok is. És a kiállítás? Ne aggódj, visszaérek délutánra. Sietek! Hamupipőke útra kelt, sietett erdőről erdőre, és mindenhol kereste a legfényesebb forrásvizet. Jaj, a lábam! Annyira fáj! Te szegény, hadd segítsek! Így már jobb. Unatkozom. Mesélj egy mesét, és közben szedjél nekem áfonyát. Messze laksz innen? És miért nem vagy iskolában? Tudod, sietős az utam. Az iskola unalmas. Hová sietsz? Meg kell keresnem a legfényesebb forrást, hogy a cipellőim visszanyerjék a varázserejüket. Fényes forrás, varázscipők, tetszik ez a kaland. Veled megyek. Nem is sérült meg a lábad? Miért hazudtál? És ki vagy te? A nevem Pinokkió, és csak tréfáltam. Rossz tréfa volt, nem szabad hazudni. Én megyek is. Hé, várj! Nekem mindig nagyon jó ötleteim vannak. Menjünk el a héttörpe gyémánt bányájába, az a föld mélyében van. Talán ott van a legfényesebb forrás. Ez tényleg jó ötlet. Na nem bánom, velem jöhetsz. Hamupipőke és Pinokkió nekivágtak a rengetegnek, és hamarosan el is érték a héttörpe házikóját, ahol elmondták Hófehérkének, hogy mi járatban vannak. A gyémántbánya mélyén valóban van egy forrás, ami színaranyból van. Próbáljuk ki. Gyertek velem! Minek nektek ennyi gyémánt? Ugye elvehetek egy párat? Pinokkió, tudod, sietünk! Elvezetnétek minket az aranyforráshoz? Szívesen! A színkobolttól tudom, hogy a csillagmintát kell megnyomni, és akkor szétnyílik a bányafal. Ide nézzetek! Micsoda ragyogás! Vajon, ha megfürödnék benne, én is aranyjá változnék? Hamupipőke, óvatosan tartsd bele a cipőt, lassan! Nem érünk rá, rajta, Hamupipőke! Látod, mit csináltál, Pinokkió? Előbb mindig gondolkodni kell, és csak utána cselekedni. Ugyan, az a dísz nem volt fontos. Menjetek el szépséghez, a szörnyetek kastélyán átok ül, talán ott van a legfényesebb forrás. Remek ötlet, már is indulunk!
Van ebben a kastélyban egy beszélő forrás. Gyertek utánam! A forrás most alszik. Próbáld ki, Hamupipőke, csak halkan, ne ébresszük fel. Jaj, ne! Ez a forrás se jó, semmire se, és nem is beszél. Hogy mertek felébreszteni, a vízemből lopni és sírtegetni? Futás! Forrásvizemmel lesújtok rátok! Pinokkió, előbb gondolkozunk és utána mondunk véleményt. Jól felbosszantottad a forrást, pedig talán tudott volna tanácsot adni. Ugyan, el akart áztatni minket. Kérdezzük meg a szörnyeteget. Ő nagyon jól ismeri Meseországot. Biztos, hogy ez jó ötlet? Ő csak téged szeret, szépség. És nagyon félelmetes. Mi lesz, ha felaprít tűzifának? Csak a külseje félelmetes. Igazából jó és kedves. Menjünk el a tróntermébe. Csak arra figyeljetek, hogy ne nyúljatok ott semmihez, mert azért valóban megharagszik. Szép oszlop, szép váza, szép szobor, szép kancsó. Jaj. Nem én voltam, ő volt. Ne haragudj, kérlek! A segítségedre van szükségünk. Tudom, mit kerestek. A legfényesebb forrás Meseországban az örök ifjúság vizének forrása. Ám ez a forrás a gonosz erők földjén van, a mézes kalács házikónál, ahol a gonosz boszorkány lakik. Délelőttönként alszik, de ha a déli napfénye eléri a házikót, felébred. És akkor el nem jöttek onnan többé. És most dolgom van, vissza kell rendeznem az oszlopokat. Biztos, hogy oda akarsz menni, Hamupipőke? Biztos! Majd én vigyázok rá, fabábú szavamra mondom. Rendben, de ne feledjétek, csak délig van időtök. Sok szerencsét! Mintha nagyobb lenne az orrod. Valami bajod van? Csak a fény miatt látod így. Ne arra menjünk. De szépség azt mondta, erre van a mézes kalácsház. Tudok egy rövidebb utat. Nem is tudok. Ez jó tréfa lesz. Ott a kisabb leány. Ne haragudj, nagyon sietünk. Majd visszafelé elmesélem. Állj csak meg, Pinokkió. Körbe-körbe járunk. Nem is ismersz rövidebb utat, igaz? Nem bizony. Ugye jó tréfa volt? Nem. Egyáltalán nem vicces. El fogok késni miattad. Kisabb leány, tudod, hogy merre van a gonoszok földje? Igen, tudom. Veszélyes környék. Kérlek, tudnom kell. Kövesd a fekete bokrokat. Elvezetnek oda. Vigyázz nagyon, Hamupipőke. Köszönöm. Később mindent elmondok. Nézd, Pinokkió, én próbáltam veled türelmes lenni, de hiába. Csak rossz tréfákon és hazugságokon jár az eszed. Nem jöhetsz velem. Menj haza! Ezt nagyon elrontottam. Hamupipőke sietve elindult a fekete bokrok mentén. Óvatosan és csendesen haladt előre, míg nem megpillantotta a mézes kalács házikót.
megvan, az örök ifjúság forrása. Remek, még van egy kis időm délig. Sikerült! Megvagy te, leány! Milyen csodás cipellők! Pont az én szépségemhez illenek! Te pedig örökre itt maradsz! A szolgálóm leszel! Azonnal engedj ki! Nem zárhatsz be ide! A barátaim úgyis eljönnek, értem! Akkor jobb, ha kígyóvá változtatlak. Hozom is a varázsport. Ó, most mihez kezdjek? Psst, hamupipőke! Pinokkió, hogy kerülsz ide? Követtelek. Segíteni akarok. Siessünk! Hát te meg miféle szerzet vagy? Tőlem nem lehet megszökni. Menekülj, hamupipőke! Egy-két, há, változzatok ki, jóvá! Aki másnak vermetás, a macskája esik bele. Ne, cicuska! Még maradt varázspor, mindkettőtöknek! Csak szeretnék! Hogy mered felvenni az én cipellőimet, te leány? A soha viszont nem látásra, banya! Haza, most! De hát tőlem nem lehet megszökni! Hamupipőke és Pinokkió szerencsésen hazatértek, és délután meg is érkezett a rengeteg vendég, hogy megcsodálják a cipőkiállítást. Pinokkió, köszönöm, hogy utánam jöttél és megmentettél. Hát, elég galibát okoztam. Jóvá akartam tenni. Már nem haragszol? Nem. De az orrod még mindig olyan hosszú. Mi történt vele? Azért nőtt meg az orra, mert hazudott. És a hazugságot előbb-utóbb mindenki észreveszi, akár csak egy túl hosszú orrot. De végül jót tettél, Pinokkió, és ezért jutalmat érdemelsz. Köszönöm, jó tündér! Ígérem, eztán nem fogok hazudni, egyáltalán nem jó móka, nem akarok többé megbántani senkit. Inkább járhatnál iskolába? Igazad lehet. Szeretnék tanulni a nagyvilágról, és talán új barátokat is szerezhetek ott. Egész biztosan csuda jó móka lesz. Kreatív Királylányok magazin. Kapható az élelmiszerüzletekben és az újságárusoknál.